Május 18-án újabb, adományokkal teli kisbuszok indultak Szombathelyről Kárpátaljára. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitás szervezésében jutnak el a Magyarországi Rendfőnöknök konferenciája által Kárpátalján élők, menekültek számára gyűjtött élelmiszerek, paplanok, párnák, ágyneműk, mosószerek, illetve egy ipari mosógép. Az adományok összértéke körülbelül 15 millió forint. Köszönetét fejezte ki a segítségét Skoropácki Péter, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Szent Pantelei Munkaritászának elnöke. Elmondta, a körülbelül 1,2 millió lakos mellett most mintegy 200 ezer menekült is él itt, róluk is gondoskodni kell. Székely János megyéspüspök áldotta meg az útnak indulókat és az adományokat. A Karitász gépjárművein és munkatársain kívül magánszemélyek is részt vesznek a szállításban.